Vigyük tovább szerintem ezt a kikapcsolódás vonalat, nem? Igen, mert ugye nyaralás, család, vakáció. Torres Dani is imádja a nyarat. Hallottuk is egyébként az egyik slágergyanús szerzeményedből, hogy már itt a nyakunkon a nyár. Hát nem a gyerekeket viszed még, de... Nem, de magadat viszont viszed, és ráadásul most idén is egy nagy tervvel készülsz. Ez ilyen magányos, hátizsákos turizmus lesz? Részben igen, tehát kettő darab tervvel rukkolt ki, illetve nem is, az egyikkel nem is én rukkoltam ki, hiszen az előzővel kapcsolatosan is édesapámékkal voltam, illetve ugye húgom, öcsém, stb. És ugye így jutottunk el Nepálba, ami egy elképesztően fantasztikus hely. És akkor apám azt pedzegette, hogy idén télen, vagy pedig jövő, hát ilyen kora tavasszal, nyomunk egy Everest alaptáborig való trekking túrát, de hát ott azért álljatok meg, jó? Én nem szeretnék tovább menni, sőt, szerintem még ott is meg lehet halni, de hát igen, tehát ezt ide muszáj visszatérni. Csak és kizárólag olyanokban gondolkodtok, ami mondjuk extrémnek számít? Édesapám hegymászó, tehát ő fiatal kora óta imádja a hegyeket, és ezt hát, jószerivel természetesen átragasztotta rám is, úgyhogy igen, valóban, tehát én megörülök a télére, és pont ezt beszéltük, hogy ugye te szereted a meleget. Igen, én viszont... csak nyáron tudom érkezni. Igen, én viszont amikor bejön a kánikula, az valami elképesztő, tehát én ezt nem bírom. Én konkrétan rosszul vagyok. Ez a fajta utazás az, amit ahogy te fogalmazol, hogy kilépsz a 21. századból, te elmenekülsz innen, elrohansz ebből az egész mostani őrületből, ami van körülöttől? Mindig is az erdő közepén találom meg én azt az igazi csöndet, azt az igazi belső magányt, hogy én úgy fogalmazom. Még egyedül kell lenned ez akkor? Nem feltétlenül, tehát abszolút ezt szoktunk olyat, hogy például elmegyünk gombászni föl a Pilisbe. Vagy akár a... Profi vagy ebben? Hát van, aki profi, illetve én is tanulgatok. Most már megismerem azt, hogy mitől halok meg. azért annyira nem nagy a választék, hogy mitől lehet megfunani. De viszont óriási a választék abban a tekintetben, hogy milyen finom gombák vannak. Jó, azért ne higgyen meg gombapörköltre, kérlek. Ó, dehogy nem. Azért ezt elképzelem, hogy nem, mert olyan finom gombapörköltet még életedben nem. Jó, rendben. Igen, lehet, hogy utoljára. Vizsgáltassuk azért be valaki. A vargányát nem kell, tehát azt ismered. Jó, de hát azért a zenélésre is marad időd, remélem, a sok utazás között. Ó, bizony, ráadásul pont most jelent meg a lemezem. Ne viccelj. De. Hoztam is nektek ajándékba, úgyhogy majd odaadom. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, irdatlan sok melóm van ebben, és konkrétan hát majd egy évnyi munka lett most így megkoronázva. Úgyhogy kész van a lemez, elérhető ezeken az online felületeken, sőt, tehát engem a videó megosztó portálon, illetve ugye a közösségi oldalon is nyugodtan meg lehet találni, hiszen ott is fenn van a lemez. Meg azért játszunk is, hiszen jótékonykodással is töltünk. Most voltál, léteztél szólóban, voltál zenekari formációban szóló. Is? Ez most szóló. Ez most szóló. Nincs különted nincs zenekar. Nincs. Mert itt találja meg a belső hangot. Sőt. Isten igazából most ki is akartam mozdulni így egy picit így azokból a keretekből, amikben én már úgymond otthonosan mozogtam. Uh-huh. Ezért lett a címe ugye magának a lemeznek is, meg a lemez fő címadódalának is az, hogy change, a változás, kicsit, tehát kilépni abból, ami az embernek a komfortzónájában van. Uh-huh. De zeneileg is egy kicsit megriasztja majd a rajongókat, vagy pedig valami? Nem, ez full pop. Ez full pop, egy olyan műfaj, ami számomra új, hiszen eddig ugye legfőképpen rockba meg reggibe mozogtam. Azokat se felejtettem el, sőt, abszolút szeretem is, de belementem egy kicsit az elektronikus dolgokba. Például ugye, amikor Nepálba jártam, akkor fölvettem egy buddhista kántállást a telefonommal, és abból csináltam egy gólnótát például, amit ugyanúgy a videóban, a Snowportálon meg lehet hallgatni. Szegényhez hallaná. Ó, szóval tetszene neki. Na, de óriási. Azért óvatosan ezekkel. A Change című adod nekünk elő ma? Igen, azt mindenféleképpen meghallgatjuk még akkor, ez szerint, ugye? Hát nagyon remélem, hogy meghallgatod, de nem szaladsz ki. Nem, hát én boldogan itt ülök, és iszom a szavaidat, meg a hangjegyeidet, de még előtt a konyhába az rátmegyünk.